Krisztus előtt első században a Római Köztársaság válságba jutott. A római tartományok határain egyre többször előforduló ellenséges támadások kívülről, míg a rabszolgafelkelések, felkelések, az egyre nagyobb méreteket öltő elszegényedés és a politikai ellentétek belülről feszítették a hatalmas birodalmat. Róma egyik legfontosabb hatalmi testülete a szenátus képtelen volt úrán lenni a problémákon. A politikusok és hadvezérek leginkább azzal voltak elfoglalva, hogy megszerezzék maguknak a legfőbb hatalmi tisztséget, a konzolicímet, és saját érdekeik szerint oldják meg ezt a kaotikus helyzetet. Ebben a sokszor vérremenő küzdelemben tűnt fel az előkelő származású Julius Cézár, aki egy politikai szövetség létrehozásával és támogatásával tört utat magának a hatalomba. Cézár és szövetségeseinek legfőbb célja az volt, hogy a szenátust háttérbe szorítsák, és magukhoz ragadják az irányítást. Tervük működött, a helyzet pedig kifejezetten kedvezett Cézárnak. Amellett, hogy egy időre a konzuli címet is megszerezte, komoly katonai sikereket ért el meghódította a Galliát, visszaszorította a germánokat, és két ízben Britanniába is átkelt seregével. Legemlékezetesebb győzelmét a Gal Versan ellen aratta a Lésziánál. A hadisikerek nyomán Cézár kezén nagy vagyon halmozódott fel, és fegyelmezett hozzá sereg átrendelkezésére. Azonban a politikai helyzet Krisztus előtt 49-re megváltozott Rómában. A korábban megkötött szövetség felbomlott. Sőt, az egyik szövetségesen nyíltan Cézár ellen fordult. A szenátus is irigyelte népszerűségét, és féltette saját hatalmát. Ezért a testület egy olyan törvényt fogadott el, miszerint Cézár csak akkor pályázhat újra a konzuli címre, ha visszatér a városba, katonái nélkül. Vagyis lényegében el akarták érni, hogy oszlassa fel hadseregét. Az események hírére Cézár úgy döntött, visszatér Rómába. De nem egyedül. Katonáival indult Róma ellen, hogy leszámoljon ellenfeleivel, és kezébe vegye az irányítást. A fordulópontot az jelentette, amikor átlépte a Rubikon folyót. Ekkor már biztos volt benne, nincs visszaút, meg sem áll Rómáig. Állítólag ennek kapcsán hangzott el híresé vált mondata, a kocka el van vetve. Az akció sikerrel zárult. Cézár katonái élén bevonult Rómába, és néhány hónap leforgás alatt nem csak a várost, hanem az egész itáliai félszigetet hatalmába kerítette. Ezzel a köztársaság időszaka végérvényesen lezárult. Cézár egyeduralmat alakított ki.